Ez a videó az ilégimcsincsest e programnak köszönhetően valósulhatott meg. Sziasztok, de vagyok, ez pedig itt egy újabb kritika per áttekintés videó, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, ugyanis ezúttal a Sims 4 Cottage Living Expansion Pack-et fogom bemutatni nektek, de mielőtt belevágnék a videóba, és a konkrétan a Cottage Living Expansion Pack bemutatásába, szeretnék egy pár szót szólni az előző frissítésről, ami egy pár napja történt, ugyanis minden Expansion Pack megjelenése előtt kapunk valamilyen hatalmas új funkciót az alapjátékba is, és ezúttal ez a eszköz volt, ami el sem hiszem, hogy végre itt van. Annyira régóta vágytunk rá, mint játékosok, talán a játék megjelenése óta, és ez idáig váratott magára, de végre itt van, úgyhogy meg is mutatom nektek gyorsan. Nem volt időm erről külön videót készíteni, de valamilyen formában mindenképpen beszerettem volna nektek mutatni. A lényeg annyi igazából, hogy ástok egy árkot a telketekre, majd ezzel az eszközzel szépen megtöltitek vízzel, ez csökkenti a vízszintet, ez pedig növeli, ez egy adott szinthez állítja, a vízszintet, ez pedig kitörli a vizet az adott árkunkból, és egyébként itt lehet állítani ennek a magasságát, tehát ennek a szintezőnek. Úgyhogy így tudjátok kiválasztani a szintet, amint tök király. És ha már kaptunk tavakat, akkor kaptunk hozzájuk új színeket, új vízszíneket, amik egy kicsit természetesebb hatást hatást keltenek, mert vajuk belég vicces lenne, hogyha ilyen tavaink lennének szerteszét. Jó, mondjuk ez egész jól néz ki. Szerteszét a világban. Ezt a négy darab tószint kaptuk, amit itt most mutatok nektek, amit most itt láttok, és szerintem nagyon király dolgokat lehet alkotni vele. Visszaváltoztatom erre, mert nekem ez az abszolút kedvencem. És ha már tavakat kaptunk, ahhoz kell tavi dekoráció is, úgyhogy kaptunk egy csomó új növényt. Ezeket a cuccokat itt, amiket bele lehet pakolni a vízbe. Nem tudom pontosan, hogy mindegyik új tehát a tavirózsákban nem vagyok biztos, de a biztonság kedvéért az összes alapjáték, tavi dekorációt elhelyeztem itt. Ez a kis farönk ezer százalék, hogy új, és nagyon cuki, illetve ami király ezekben a tavakban, hogy a saját tavítokban tudtok horgászni is, hogyha elhelyezitek ezt a táblát, viszont ahhoz, hogy az otthoni tavatokban tudjatok horgászni, ahhoz először fel kell fedezni a halakat a vadonpa, és utána tudtok telepíteni a halastavatokba olyan halakat, amiket már a vadonban megfogtatok egyszer, illetve látjátok itt ezeket a kis paneleket, ezek hogyha visszamentek élő módba, ezt most nem tudom megmutatni, mert nem lakik itt szímem a telken, akkor benépesítik a tavat, tehát ezek ilyen animációk lesznek, megjelennek is vadkacsák, házikacsák, hatyúk, buborékok, szúnyogok, Jézusom, miért akarnék szúnyogotnak rakni a sims a való életben is utálom őket, de nem baj lehet, hogy megkínzok pár emberkét a játékban. Na, vannak szitakötők, és hasonló itt a játékban, és ez tök király. És ez mind az alapjátéknak a része mostantól, illetve a naptár is bevezetése került az alapjátékba, ami annak idején csak a Sims 4 Season 6 expansion pack -el volt elérhető. Mivel nem akarom túl bőlére ereszteni ezt a kritika videót, ezért gyorsan itt átszaladunk az ilyen egyéb tárgyakon, amik annyira nem izgik. De azért tök jók. Ezeket a kis bódékat látjátok majd a világba szerte szét. Itt lehet vásárolni kertészeti cikkeket, kajákat, meg mindenfélét, amit el tudtok képzelni. Tejet, sajtot. Sa sajtot is tudunk csinálni, lehet, hogy tudunk csinálni, de nem vagyok benne biztos. Na mindegy, tejtermékeket, tojásokat, és bármit, amit így meg lehet termelni a kis farmjaitokon. Vannak itt ilyen utcalámpák, van egy új ilyen kőburkolatunk, ami egy kicsit túl sok számomra, olyan túl intenzív. Ez a fehér virágos, ez még nagyon tetszik, egy esküvőhöz tökéletes lenne például. A színesekkel kicsit fenntartásaim vannak, de nem baj. A legnagyobb problémám az, hogy érkezett talajfestés, ami ezt a mintát követi, viszont ez a talajfestés kizárólag a rózsaszín érhető el, illetve sokkal kisebbek a kavicsok, mint a talajburkolat esetén, tehát még nem is nagyon lehet ezeket úgy mixelni, úgyhogy egy kicsit nem igazán értem itt a dolgokat a háttérben, hogy mivel magyarázzák ezt a jelenséget. Van egy telefonfülkénk, ami tök király, és nagyon szép dekorációja lehet bármelyik teleknek, kocsmának, stb. Van itt két kis odunk, ez a madaraki, ez pedig a nyusziki. Azt kell tudni a madarakról és a nyuszikról, hogy a való, vagyis a vadonban lehet őket lehet velük összebarátkozni, és akkor elérhető válik build and buy módban az ők is házikójuk, amiket elhelyezhettek a saját telketekre, és akkor ott fognak lófrálni a ti telketek körül, és azt tök jót tudtok velük beszélgetni, meg elvégzik a piszkos munkát igazából a kertben helyettetek, szóval ez tök menő, de alapvetően nem tarthatok nyulakat és madarakat, ha nem barátkoztok össze velük. Itt van a kis csirke ól, ami egy nagyon fontos gameplay elem. Nyolc darab csirkét tudtok benne tárolni, ide tudjátok rakni a tojásokat, amiket szeretnétek kikelteni, és tök izgi, alig várom, hogy használjam majd. Itt vannak új bokrok, ezeket nem lehet módosítani, de van tehenünk, nyuszink és csirkénk, ha már volt eddig is egy láma bokor, nagyon tetszik a taraja a csirkének. Itt van három tárgy, ami így egy csoportban szeretnék megmutatni, ugyanis ezek bónusz tartalmak, hogyha szeptember másodikáig megvásároljátok ezt a kiegészítőt, akkor megkapjátok ezt a fát, ami ilyen nagyon cukin fel van díszítve, és ilyen kis zöld alma lámpák rúgnak róla, de ez egy nagyon-nagyon szép fa. Illetve kaptok egy biciklit, amit egyébként a szímek tudnak használni, és imádom az elején azt a kis kosarat, meg azt a virágot, annyira feelinges, és alig várom, hogy a szímeim csapassák ezen a biciklin itt a környéken, illetve kaptok egy ilyen kerti törpét, ami annyira nem izgi, mint a bicikli, de ez is nagyon-nagyon aranyos. És itt van a nagy állatól, ezt is megmutatom nektek gyorsan. Ebbe tudtok vásárolni egy darab lámát, vagy egy darab Dehenet, de ez nagyon fontos, hogy egy olban egy állat lakik, úgyhogy így tervezzétek meg a telketeket, hogy a farmot építetek. És itt látjátok az új tetőfunkciókat és tető elemeket. Az új funkció az, hogy most már tudtok ilyen... Hogy hívják ezeket? Ezek milyen tetők? Mindig a széna jut eszembe, de tudom, hogy van ezeknek neve is. Úristen, régen tudtam, hogy hogy hívják ezeket, de elfelejtettem, és hozzávaló Ilyen szegély is érkezett a játékba, ez már pack specifikus, ez nem frissítéssel érkezett. És ilyen nagyon-nagyon szép tetődíszítő elemeket tudtok elhelyezni rajta. Ezeknél fontos, hogy ezek tárgyak, és kizárólag ebben a szögben elérhetőek, tehát az alaptetű szögben. Egy kicsit tudtok játszani azért a tetőszöggel, tudjátok egy kicsit görbíteni, és még akkor is egészen okésan néznek ezek ki, de sajnos eléggé. Korlátozzák a tetőtöknek a szögét, hogyha ilyet szeretnétek használni. Ezekből vannak ugye a kis állatkársak, amiket itt láttak, ugyanabban a színekben vannak, vannak a sima darabok, és vannak a lezáró elemek, amik ilyen szép díszletet, vagy hát hát ilyen szép részletet adnak a tetőtöknek elől, és ez annyira király, olyan régóta akartam valami ilyesmit csinálni a tetőkkel, hogy legyen ilyen kis dekoráció itt fönt, mert ez nagyon gyakori a való életben, és szeretnék ilyen díszleteket látni majd rendes tetőkkel is, illetve mondjuk ilyen fa, dekoráció, tudjátok, ilyen kis lambéria szerűségből kirakott valamit, na mindegy, Remélem, el tudjátok képzelni, hogy miről beszélek de menjünk tovább, mert itt le fogok ragadni egy órára. <laughs> Vannak egyéb tető dekorációk, amik ilyen kis kamu ablakok a játékban. Nagyon szépek ezek a kamu ablakok, és tök jó dekorációs célt szolgálnak, de olyan menő lenne, hogyha tudnánk ilyet használni is, szóval igazi ablakok lehetnének, tehát úgy kivágná a tetőt, és a meg ki tudnának rajta nézni. Sajnos azokat meg kell építeni saját magunknak. Itt van még egy tető dekoráció, ez nem tudom micsoda, ez csak úgy kilóg innen. De lehet vele kreatívkodni, én úgy gondolom. Nem feltétlen tetőhöz kell használni, de alapvetően a tető dekorációk között találtam meg. És nem, tényleg nem tudom, hogy micsoda, de biztos csak jó. Majd valamire használni fogom. Vannak itt kémények is. Ú, uh, ez a fekete-fehér, ez nagyon modern is lehet akár. Ez egy nagyon-nagyon szép kémény kaptunk egy ilyen kis valamit. Hogy hívják ezeket? Miért van nagy fagyásom? Lehet, hogy azért, mert nagyon késő van. <laughs> egy ilyen boltívet, egy ilyen kis fonott, vagy szőt, vagy nem tudom én milyen boltívet. És ami még nagyon fontos a játék szempontjából, tehát a gameplay szempontjából az ez a két kis veteményes per ágyás. Ezekben lehet elvetni az óriási ültetvényeket, tehát például a sütőtököt és hasonlókat, amik hatalmasra tudnak nőni, és természetesen a normális növényeinket is, vagy az átlagos növényeinket is elültethetjük ezeken a helyeken, szóval ez nagyon király újabb gameplay elem. Van itt egy ilyen kis szökőkút, hogyha beléptek élő módba, akkor innen a kis locsoló csőből jön ki a víz, és nagyon-nagyon cuki imádom. Vannak itt ilyen transzparensek, meg kérdetőtáblák, stb. 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 ami része a városképnek igazából, és azért vannak itt. Van két, á, illetve három új kerítésünk, van egy ilyen fakerítés, amihez van kapu, nagyon örülök neki, hogy most minden kerítéshez kaptunk Kaput van itt egy ilyen fakerítés, megmutatom a színeket a kapukon, mit szóltok. Mert a kerítésnek ugyanolyan színei vannak, de így egyszerűbb megmutatni, mint sok-sok kerítést lehúzni. És minden fa árnyalatnak ugyanezek az árnyalatai a pekben, ahogy már megszokhattátok, tehát hogy az egyes tárgyak illenek egymáshoz az adott pekken belül és itt van egy ilyen oszlopunk, van egy ilyen kis áthidaló elem is, aminek például nem tudom, hogy a bal oldalán miért nincs ilyen részlet, de normális esetben kéne lenni, úgyhogy feltételezem, hogy ha elhelyezitek a játékokban, akkor normálisan néz ki. Van egy kőkerítésünk, ami nagyon tetszik, nagyon tetszik ez a durva részlet a tetején, tehát, hogy ez a nyers kő, tetű, vagy hogy mondjam, és nagyon tetszik a mohásodás, az alján végre egy kicsit ilyen kopottabb kerítés, nem minden tip az adott el kell, látszik a kor rajta, és én ennek nagyon-nagyon örülök, nézzétek meg mennyire szép, és a kapu is iszonyat cuki ezzel a kis virágágyással a tetején, vagy hát ilyen kis virág, hogy hívják ezt? Hogy hívják ezeket? Kaspó? <laughs> Kaspóval a tetején. Ma nagyon rossz a szókincsem, emberek, kérlek, nézzétek el nekem. Van még itt egy pár ilyen hirdető tábla, természetesen egy csomó színben, de úgy gondolom, hogy aki eljön megnézni a kritika videóimat, az általában nem ezekre a tárgyakra kíváncsi, hanem a sokkal nagyobb és lényegesebb tárgyakra, úgyhogy ezeken gyorsan így átugrunk. Van egy új bárunk, mert akkora hiány van a Sims 4-ben a bárból, óriási hiánypótló ez a darab, de legalább van belőle fekete-fehér, úgyhogy nem panaszkodok. Most kivételesen így a padlókat és a falakat hagyom a végére, de úgy is látjátok egyébként a képernyőn, miközben haladunk a bútorokon. Ma nagyon rendhagyó módon készítem el ezt a kritika videómat. Van egy ilyen kis tálaló szekrényünk, ami iszonyat cuki, és nagyon tetszenek a színei, ez a kék is nagyon szép. A piros az nagyon extra, van fekete-fehér. Úgyhogy elégedett vagyok. Ú, nézzétek, ez is egy hirdető tábla, ilyen kis krétes, de mennyire aranyos már, hogy ott ég az a kis gyertya, és egyébként ez tényleg szolgáltat fényt élő módban. Nagyon cuki. Itt van még egy kis falilámpa, ami egy led égő sor a kis vázában, és imádom, nagyon-nagyon cuki. Egy egyéb teremben simán el tudom képzelni. Itt is van egy gyertyás falilámpa, ugye ez a back eléggében van rendezkedve ahhoz, hogy tudjál off the grid telek típuson élni, úgyhogy azért a biztosít opciókat van itt egy függönyünk per rolunk, ami nagyon szép, nagyon tetszik a bolyt a végén. Ez nem tudom micsoda, <laughs> egy random asztal, ami dekorációként szolgálhat mondjuk egy üvegházban. Ez nagyon tetszik, ez a variációja. Van ott egy kis méz, ami kicsit olyan season szutalás, nagyon cuki, de nem tudom, hogy hogy fogom még felhasználni. Itt van egy új ágyunk, amit imádok, imádom a kovácsolt vas kerítéseket, a kovácsolt vas ágyakat, bútorokat. Nagyon szép, és van sima fehér, van sima fekete, mi mást kérhetnénk most őszintén. Vannak egyszínű opcióink, vannak csicsa opcióink. Imádom. Nagyon tetszik. Nagyon tetszenek a virágos minták is. Van egy színabálánk, amire rá lehet ülni, és van egy ilyen random kis gombánk, amire rá lehet ülni, ezt inkább olyan közösségi területeken tudom elképzelni. Van egy karosszékünk, amit imádok, ebből is vannak csíkosak és egyszínűek, illetve van ez a két virágmintás, és esküszöm, imádom a virágmintását van egy fal itt, ilyen kicsit hektikusan ugrálunk a különböző típusok között, de remélem nem nagyon zavaró, ez egy cuki kis kertészeti dekoráció, szintén egy üvegházba tudnám mondjuk elképzelni, vagy egy hátsó teraszon, van itt egy szellőző, vagy nem tudom, hogy micsoda ez, de ez egy faldekoráció. Van egy áfonyás kis koszorunk. Oh, a róla az áfonyákat, azt tudni, nálam ilyen sosem lesz. <laughs> oh, van még egy polc dekorációnk, ez már inkább konyhába való, de nagyon tetszik ez a kis növény, tehát én nézzétek, mennyire cukor. Van egy ilyen szekrényünk, ami egyben tükör, és nagyon király, örülök neki, hogy csináltak egy ilyet a játékba. Van belőle sima fekete-fehér, tehát elégedett vagyok vele. Van egy új étkező székünk, cukipöttyös párnákkal, imádom. Ezzel a székkel megint az lesz a problémám, hogy a faárnyalatai nem lesznek párosítható az, az alapjáték asztalokkal, illetve egyéb pekek asztalaival, és ugyanez igaz a párnákra is, tehát amelyik faárnyalat illeni fog az étkező asztalomhoz, annak a széknek a párnája nem fog illeni a lakás vagy a ház, szín, hát szín világához. Jaj, nagyon keresem a szavakat, srácok. Őszinte részvétem mindenkinek, aki ezt a vágatlan videót végignézi. De köszi, hogyha még itt vagytok. Van egy új bárszékünk, és imádom ezt a bárszéket. Szerintem bárszékekből azért szükségünk van még egy párra, mert úgy gondolom nagyon sok ilyen fancy csicsás, háttámlás, meg modern bárszékünk van, de az ilyen egyszerű kis kör alakú bárszék kevés van, amit úgy igazán szeretek. Mindig az alapjáték fekete bárszékét használtam, de remélem, hogy ez majd egy kicsit kiváltja annak a helyét. Van még egy pár ilyen kis tábla, vagy ilyen... Hú, hello! Ott volt egy csikos, azt meg akarom nézni. Kis zászló. Ezek nagyon-nagyon cukik és lehet őket kellőképpen variálni, szintén közösségi területeken tudom elképzelni ezeknek a használatát. Van itt egy ilyen kis képünk, hú, ez de cuki, ez nagyon édes, ez a kép. Van egy montázsunk, vagy ilyen képgyűjteményünk, ami szintén nagyon aranyos, nagyon tetszik a dizájnja. Van egy fali óránk, kicsit túl sok az óránk a játékban ahhoz képest, hogy soha nem használja őket senki. De majd igyekszek figyelni rá. Az új kanapé, az abszolút kedvencem, most nézzétek meg ezt a kanapét, hát nem gyönyörű, imádom, nagyon tetszik. Nem annyira érzem indokoltnak egy Cottage Living Expansion Pack-be, vagyis nem annyira látom ezen a cottage living vibe szóval én valamilyen és hatalmas, csicsás, virágos, csíkos kanapére gondoltam, amikor meghallottam a peknek a nevét, de örülök neki, hogy itt van, mert ez egy gyönyörű kanapé, csak a pek tematikához nem annyira illik szerintem. Van itt egy ilyen kis nyuszi szőnyegünk, ami nagyon csicsa, és van belőle pár rózsás, ami még inkább csicsa, de az idős otthonokba tök jól el lehet helyezni, van egy új padunk, a padok annyira nem érdekesek számomra, mert nagyon ritkán használom őket, de tisztában vagyok vele, hogy ezeket be kell rakni annak érdekében, hogy a közösségi területek funkcionálni tudjanak, és új padokkal tudják telepakolni a világokat az expansion pack -ekben. Van egy egész új konyhaszettünk, ami így önmagában nagyon-nagyon királyul néz ki, tetszenek a színei, de meg kell említenem, hogy ha emlékeztek, akkor nem is olyan régen jött a Country Kitchen Kit, azt hiszem ez volt a neve, és az tartalmaz egy majdnem tök ugyanilyen konyhaszettet. Persze én is látom a különbségeket, tudom, hogy nem tökéletesen ugyanaz. És tök jó, hogy van még egy konyhánk, mert konyhából sosem elég, de azért érzitek, hogy azok a konyhák, vagy hát az a konyha az ebbe a pekbe készült, csak nem került felhasználásra, és ezért kaptuk meg a kitben korábban. Szóval most van két majdnem egyforma konyhánk, vagy hát egyforma stílusú konyhánk. És ismétlem, ez nem baj, csak stílusában túl korán jött egymáshoz képest, vagy hát egymás után egy tök ugyanolyan konyhaszent. Bár igazából kaptunk modern konyhát is, úgyhogy nem panaszkodom, most elárasztanak minket konyhával. De Számomra ez a konyhapult és a konyhaszekrények túl olyanok, mint a Country kicsenes Kitben. De cserébe a hűtők és a sütő az nem túl egyforma, úgyhogy nagyon-nagyon örülök nekik. Ez egy ilyen kis retro hűtő, és imádom kell. Ez pedig még retro hűtőbb, ugyanis ez nem egy igazi hűtő, hanem ebbe jegeket kell pakolni, és akkor úgy tartja hidegen az ételt. Ez annyira retro, hogy még elektromos áram előtti, és tökéletes egy off the grid életmódhoz, hogyha a szimetek erre vágyik. Van itt egy pára szerűség per dekoráció, amit fel tudtok rakni a kis sütőtök per tűzhelyetek fölé, ami nézzétek, mennyire ütött, kopott és régi, ebbe még tüzet kell rakni. A nagymamámnak van, vagy hát volt ilyenje, és akkor a menő volt gyerekként. Van belőle fekete-fehér, úgyhogy elégedett vagyok. Itt látjátok a kis konyhapultokat is, kiraktam az összes variációt, hogy lássátok de nagyon-nagyon durván hasonlít a country kétsönösre. És vannak itt kis konyhai dekorációk, amiket imádok. Ez nagy erőssége volt a country kitchen is, csak hogy így folyamatosan vonjam a párhuzamokat, abban is nagyon királyi kiegészítők voltak, és nagyon hasonló volt a stílusuk, úgyhogy egy, egy picit olyan rossz szájhízzel állok hozzá ezek, ez a konyhai dolgokhoz ebben a pekben, de de ne, ne, tőlem tanuljátok el a hozzáállást ezek ez a dolgokhoz, mert egyébként nagyon királyak, és imádom őket. Mennyire jók már ezek a tartók, ezt nézzétek. Oh, annyira királyak. Ez a kis kancsó is nagyon cuki, csak nem, nem bírok rá kattintani. Háló kancsó, kancsó kérlek. Köszönöm. Nézzétek, van kis gombás, meg van sima. Hú, ennek, nem, nem fa a teteje, azt hittem, hogy megcsinálták fa tetősre ez nagyon cuki, van itt egy ilyen kis csirkénk, amiben bele lehet rakni szerintem a tojásokat csak kár, hogy ez nem funkcionál van belőle sima fekete, sima fehér, mi kell még? van itt egy ilyen kis teatartó, nagyon cuki ezen a kis farönkön imádom, és nagyon imádom, hogy vannak sima verzió is. Ez itt, akár hiszitek, akár nem, ez egy számítógép. Nagyon retro, de igazából egy kb. írógép. Csak van hozzá gér, hogy ne nézzen ki hülyén, amikor egerésznek a, a színek a játékban. <laughs> de ezen biztos nagy élmény könyvet írni. Elüttök valamint az utolsó bekezdésben az oldalon, kezdhetitek előről az egészet, bizony. És van egy új konyhai és imádom, hogy mostanában sokért csinálnak a játékba, mert ezek nagyon-nagyon királyak, és tök jól integrálhatóak a konyhába, de van még egy mosdókagylunk, ami viszont a fürdőszobába használható, van fekete-fehér, úgyhogy mi mást kérhetnék, meg vannak színesek, van egy új kádunk, ami nagyon kis szép, van két új kandallónk, imádom a kandallókat, és ezek nagyon szép kandallók, nagyon jól meg vannak csinálva. Nézzétek ezt, ez a kedvencem, ahogy oda be vannak pakolva a fák, meg rendesen van ilyen kis kőkerete, nem neked kell csinálni. Nagyon jó, imádom a téglet is. A tetején majd jól telepakolom mindenfélével itt a kis szegélyét, meg ennek is a tetejét, meg mindenét. Nagyon jó, imádom. És van még itt pár dekorációnk, mielőtt nagyon messzire szaladnánk. Van egy ilyen kis farönk, székünk, amin van egy kis virágdekoráció. Nem tudom, hogy... Hát, igen, ez világít majd élő módban ez a lámpa, úgyhogy használhatjátok a lámpának, vagy fényforrásnak ezt a kis dekorációt. Van egy vödrünk, ami annyira nem izgi. Van két piknik ami nagyon király, mert ez gameplay elem, ami azt jelenti, hogy a szímeitekkel bepakolhatjátok a kis kajátokat, megfoghatjátok ezt a kosarat, és elmehettek egy parkba, és ott szervezhetek pikniket, vagyis a hát tarthatok pikniket azzal, hogy kipakoljátok ezt a kosarat, és akkor rákattintatok, hogy tartsanak pikniket. Van egy új étkezőasztalunk, ami terítős kerekasztal, és imádom, nagyon szépek a terítő minták, és úgy gondolom, hogy kellőképpen széles körűen felhasználható. Minden esetre nagyon-nagyon-nagyon szeretnék a játékba, egy kör alakú modern étkező asztalt. Szóval az még várat magára egy ideje, vagy egy ideig, <laughs> már várat magára egy ideje, és még várat magára egy ideig, ez sikerült össze Van itt ez az asztal, ami nem túl jó textúrával rendelkezik, meg kell hagyni, nem túl élesek a vonalai és. Olyan Hát nem szépen kidolgozott valljuk be, viszont ez egy bárpult asztal, szóval ehhez kell rakni ezeket a bárszékeket. Úgyhogy ez egy ilyen magasított étkezőasztal, úgymond. Van itt egy ilyen kis dekor, szekrényünk, ebben nem lehet ruhát rakni, nagyon szép színekben érkezett, és van hasonló színekben érkező éjjeli szekrény, ami hatalmas, szóval nem feltétlenül éjeli szekrénynek használnám. Van ez a kis könyvtáruló, ami természetesen könyves polcként funkcionál már a játékban, ami szuper, kis nyúsz is, Húsvéti nyúsz is az Seasons Expansion packhez is tökéletesen élik, hogyha húsvétot szeretnétek tartani. Van egy ilyen kis virágvázánk, van egy nyuszika kis virágával, de ez a virág annyira kétdés, hogy így nem is látszik. Szóval ez egy kicsit illúzió romboló, de amúgy nagyon-nagyon cukéz a nyuszika. Imádom. Ú, ez az egyik kedvenc elemem a ebben a pekben Nézzétek ezt a kis kosarat. Annyira szép, és tetszik, hogy vannak kutyás és cicás párnák benne, mert ezzel tök jól lehet kombinálni. Mondjuk a ketszendokszalm, és annyira otthonosát tud tenni egy-egy nappal itt egy ilyen elem. Vannak itt növényeink, amik viszont nagyon királyak, nézzétek ezt a kis kocsit, ami fel van pakolva már a játékban létező növényekkel, úgyhogy ha körbepakoljátok pakoljátok hasonlóakkal, akkor úgy tűhet, mintha a szimetek felszette volna a kis virágos kertjében a virágokat, és éppen vinni a virágbesárra, vagy valami hasonló. Van itt ez a kis fikuszunk, aminek nagyon-nagyon tetszik a kas kaspója, kaspónak hívják ezeket, cserepe, nem tudom, tároló edénye. Imádom, nagyon tetszik maga az edény és nagyon szép ez a zöld szín a növénynél. Úgyhogy alig várom, hogy használjam. Ez az új kedvenc növényem ever, úgyhogy már ezért nagyon boldog vagyok, hogy érkezett ez a pack. Lehet, hogy egy picit alacsonyak az igényeim, de nem baj. Van itt egy másik gameplay elemünk, ezért mondom azt, hogy nem annyira probléma az, hogy kevés tárgy érkezett a játékkal, ugyanis egy pekket nem csak a tárgyak tesznek jóvá, hanem a játék élmény, amit nyújtani tud a gameplay folyamán, és ez a pack, tehát a Cottage Living, az inkább egy gameplay pack, és ennek nagyon-nagyon örüljünk, mert régóta sírunk azon, hogy nem túl kidolgozott a gameplay az egyes pekkekben, és úgy gondolom, hogy most egész sok gameplay elemet kapunk. Ez egy olyan doboz, amit, hogyha elhelyeztek a telketekre, vagy a szímeteknek az eszköztárába, akkor tudnak kereszt szemest hímezni, ami nagyon izgi, mert én nagyon sok kereszt szemest hímeztem régen, amikor még volt időm, még gimi előtt, és nagyon szép dolgokat lehet alkotni kereszt szemesből. és a játékban tudtok referencia alapján keresztemest festeni, vagy festeni, ölteni, úgy, mintha festenétek. Ö, szóval lefényképeztek egy helyet a játékban, és azt ki tudjátok hímezni. Ez mekkora királyság már? Meg egyébként egy csomó motívum létezik, amit megvarhattok akkor is, hogyha nincs semmilyen referenciátok ez egy nagyon-nagyon király gameplay elem. Itt látjátok a csillárokat, amik érkeztek, szerencsére mindegyik mind a három falmagassághoz érkezett, és nagyon királyak, imádom ezt a vas per acél -lámpát. nézzétek ezt a rozsdás variációt, amit már úgy megevett az idő, annyira király, meg ezt is megette már egy kicsit az idő, nagyon szeretem ezeket a részleteket az egyes tárgyakon. Azt nézem, hogy itt kihagytam-e valamit, ezen a területen, de szerintem nem. Kaptunk egy új lépcsőt, új korláttal, ugyanazokban a színekben, mint azt a kerítést, úgyhogy külön nem térekre rá, csak tudjátok, hogy létezik. Nézzünk meg gyorsan az ablakokat. Ezek az ablakok nagyon királyak, és nagy erőssége a peknek, hogy rengeteg ablak érkezett vele. Úgyhogy kellőképpen lehet őket variálni. És kétféle stílus jött, jöttek ezek a fa keretesek. Mindjárt mutatom, ez, ez, ez. Illetve ezek. És jöttek a fakeretes, és hogy hívják ezt, kő-ajú ablakok. Nagyon-nagyon nagy fagyás van, most egyszerűen nem jönnek a szavak elő. Na de nézzétek el nekem. <laughs> Nagyon késő van már is, holnap hajnalban kellek dolgozni. Na, szóval van még ez a garnitúra, ezek nagyon királyok. Szerintem egy kicsit engem zavar a kőrészlet, mert nem feltétlenül néz ki minden házamhoz jól az a kőrészlet, de egyébként meg lehet, hogy aztán nem ezeket az ablakokat, szóval egy kicsit necces. Ezek is, ez, na, ezek is kő ablakok, ezek is ehhez a garnitúrához tartoznak szerintem. Ú, nagyon jó ez a festett üvegablak, és imádom, hogy van Két új kör alakú ablakunk, azok mindig nagyon jól jönnek. És van -e még ablakgarnitúra? Szerintem nincs, szóval ez a két kategória van. Itt vannak a betonosok, meg vannak a fásak. Igazából. És van egy pár új ajtónk is, ez talán egy kicsit olyan beltéri ajtóbb dolog, bár ez az zár elég érdekes rajta. Másik oldalon is ilyen, igen hát nem baj, zárható peltéri ajtó. Van egy levélnyílással rendelkező bejárati ajtónk, ez is nagyon cuki, kis házakhoz ideális. Van egy pillangós, kicsit olyan varázslós ajtónk, úgyhogy én határozottan érzem úgy a tündér, utalásokat ebben a pegben egyébként, tehát ezzel a sok pillangóval, meg ilyen tündéres részlettel. Van egy ilyen cuki ko kopogóval, vagy kopogtatóval, vagy ajtó, Á, nem tudom, hogy hívják ezt, Jézusom, <laughs> nagyon szenvedek már. Szóval egy ilyen kopogtatóval ellátott ajtó, ami egy kicsit alapból néz ki. Nem hiszem, hogy nagyon örülnek a látogatóknak azok a színek, akik ilyen ajtóval szerelik fel a házukat, eléggé el van kopva egyébként ott a kilincs körül, szóval gyakran járkálnak ki és elég öreg lehet az az ajtó. A következő egy kicsit olyan brit, londonos ajtó, főleg mondjuk ha él inkább piros lenne, akkor nagyon meg kékbe. Hogy így kövek körbe van rakva az olyan brit szerintem, és nagyon cuki imádom, ezen is van kopogtató. Elnézést, ez Linda volt közben a háttérben. Van egy Közepes falmagassághoz tartozó fajtunk fa ami nagyon cuki, de kicsit úgy néz ki, mint hogyha egy ilyen orpérszinges, síró smiley lenne göndörhajjal. Nagyon azt lehet, hogy csak én látom vele, és lehet, hogy csak azért, mert nagyon késő van, de határozottan azt látom benne, és egyébként ez az új padló, bár az elmúlt sok-sok percben végig láttátok, miközben mutogattam a bútorokat. Nagyon szép ez a fapadló, és szerintem színné fogom használni az épületeimben, mert például ezek a világosak nagyon ideálisak egy-egy modern otthonba is, míg klasszikus régi és otthonokba is simán felhasználhatóak. És mielőtt elfelejteném, megmutatom ezt az oldalt is. Egyrészt még visszatérünk ide gyorsan a falakhoz. Van egy ilyen téglafalunk, itt látjátok az összes színkombinációt, és ebből van olyan fal, ami így lezárja a sarkokat egy ilyen kis kő részlettel. Ez nagyon-nagyon szuper, és valószínűleg sokszor fogom használni. Van egy ilyen kőfalunk, ezt is láttátok már itt, miközben mutogattam az ablakokat, és van egy ilyen téglafalunk. Imádom ezt a téglafalat, tudjátok, hogy imádom a téglát. Ugye falban is, padlóban is, mindenhogy, és nagyon tetszik modern házakhoz is tökéletes, úgyhogy én elégedett vagyok vele, illetve vannak itt tapétáink, nem helyeztem el az összes színt belőle, de szerintem így ezek alapján el tudjátok képzelni, hogy milyen világot képviselnek, milyen színvilágot, milyen formavilágot, de nagyon-nagyon imádom ezt a tapétát, ebből van jobbos és balos, vagy balos és jobbos, vagy balos és jobbos, nem tudom, hogy melyik, melyik irány, de az a lényeg, hogy lehet egy kicsit így variálgatni, és megtörni a monotonitását a falnak, hogyha szeretnétek, van még egy pár fal dekoráció, amivel részleteket adhattok a kis házi kótokhoz, hogyha szeretnének, Szeretnétek, ez a virágláda nagyon aranyos, és tök jól lehet egymás mellé rakni, hogyha a dupla ablakhoz szeretnétek használni, úgyhogy széles körülön felhasználható, bármilyen széles ablakhoz tudjátok pakolni, és ezek a futónövények elképesztőek, ezekből nincsen több szín, de most nézzétek meg, milyen jól néz ki, hát Úristen, ezzel annyira királyházakat lehet majd készíteni, hogy el se hiszem, ezek a szőlőfürtök, vagy akácfürtök, vagy micsoda ez, tök mindegy, micsoda, gyönyörű. És szépen körbe lehet vele futtatni az ablakokat, a, a az erkélyeket, stb. stb. Nagyon imádom ezeket a dekorációkat. Ezen sem tudtok változtatni szint, de szerintem ez nem probléma. Van pár ilyen dekoráció az ablakok és az ajtók fölé, ezeket ritkán szoktam használni, de jó, hogy vannak, és van egy ilyen ál-erkéjünk virágládával, ami nagyon cuki. És úgy érzem, hogy végére értünk ennek a bilden and Buy Mode kritikának. Kérlek, jelezzétek, hogyha esetleg kifelejtettem volna megmutatni valamit. Én remélem, hogy minden sikerült lefednem, de hogyha nem, akkor azért elnézést kérek, viszont úgy gondolom, hogy ennyiből is egy átfogó képet kaphattatok arról, hogy milyen is ez a az Expansion Pack. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és elnéztétek nekem a béna beszédhibáimat. Tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók! Sziasztok!